Sziasztok! Egy hosszabbacska szünet után újra. Visszatértem, egy kicsit zűrösebbre alakult az életem az elmúlt időszakban, mint arra én számítottam, úgyhogy nem volt a videózásra egyáltalán időm, de remélhetőleg most lassan rendeződnek a dolgok, és visszatérhetünk a heti rendszeres videókhoz. Az első dolog, amiről fontosnak tartok beszélni, az még a múlt év végén indult, és idén januártól lépett igazából életbe. És aki követi a YouTube dolgait, aki sokat néz videókat, főleg külföldieket, azok már értesülhettek róla, szóval ez bizonyára sokatoknak nem új információ. Mégis fontosnak tartom megemlíteni annak, aki esetleg nem tudja, vagy félreérti a fennálló helyzetet. Ezzel kapcsolatos a hozzászólások korlátozása. Videók alatt nem jelennek meg, eltűnnek régi hozzászólások, vagy nem is lehet ugye posztolni semmit a videó alá. Fontos megjegyeznem, hogy én személyesen nem töröltem egyetlen hozzászólást sem a csatornán, és nem tiltottam le a megjegyzéseket egyetlen videó alatt sem. Ennek az egésznek az oka egy tavalyi YouTube balhéra vezethető vissza, mint említettem, aminek részleteibe most nem fog belemenni, de ennek hatására lépett életbe a Children's Online Protection Act, azaz a COPPA törvény, ami a gyerekektől történő adatgyűjtés szabályozza, a gyerekek védelmét biztosítja az interneten, vagyis legalábbis a YouTube-on. Ennek az egésznek persze mi YouTuberek vagyunk a szenvedő alanyai, mert mi nem vétettünk igazából semmit, mégis mi lettünk lekorlátozva, és a nézőinkkel való kommunikáció erősen meg lett nehezítve. Nem két gyerekeknek szánt videókat gyártó csatornát láttam feladni a munkásságát emiatt, nyilván akinek ez a munkája, aki a videókból él, annak ez komoly érvágás volt. Nekem, mint hobbi videósnak annyiban okoz kellemetlenséget ez az egész, hogy sok videó alatt le lettek tiltva a kommentek, és ezek a videók nem vagy más formában fognak megjelenni ajánlott videóként a nézők számára. Sajnos, bár a modellovak világa nem csak gyerekeknek szól, a YouTube szerint gyerekeknek szánt tartalomnak minősül, főleg mivel statisztikailag is többnyire 13 év alattiak nézik a videókat, úgyhogy a korlátozás a legtöbb régi és valószínűleg sok új videóra is vonatkozni fog majd. Aki többet akar tudni erről az egészről, vagy bele akar menni a részletekbe, a videó leírásában hagyok linket, amit lehet olvasgatni. Az elkészült videókat továbbra is posztolni fogom Facebookra, úgyhogy aki mégis szeretne kommentet hagyni alatta, ott korlátozás nélkül megteheti. Sajnálom, ha ez kellemetlenséget okozott számotokra, én sajnos nem tudok tenni ellene. A videók azért nem maradnak el, ahogy van időm, mindig töltök fel újakat. Remélem ezzel a kis szösszenettel sikerült eloszlatnom kétségeket, illetve megválaszolnom egy-két kérdést a korlátozással kapcsolatban. Én köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!